itt jön a nap. Majdnem. Nézd, ma egy nagyon brutálisan erős lámpáról fogunk beszélni, az Aperture 600D-ről. A specifikáció és egy tipikus review-n felül három módot meg fogok mutatni, hogy hogy használhatod ezt a fényt, és hogyan validáljuk ezt az árat, ami, ha bár olcsóbb, mint a Pro verzió, 1500 euróba kerül 1900 helyett, de ha már a 600D Pro-ról beszélünk, el fogom mondani minden különbséget is, úgyhogy el tudod dönteni, hogy az a 400 extra euró megéri-e vagy sem. Számomra biztosan nem, hiszen ugyanazt az erős outputot kapom egy olcsóbb áron. Ahogy az Aperture mondja, több erő, több embernek, és pontosan azt mutatják meg, hogy mennyire brutál erős ez a fény, de mégis ahhoz képest elérhető. És emlékszem még az Aperture 120D-s napokra, hogy mennyire durván messzinek tűnik, és egy ilyen forradalom az, hogy mekkora outputot tudunk kapni, és a Lightstorm 600D az egy tökéletes fény olyan helyzetekben, amikor nagyon nagy erőforrása van szükségünk, mint tartalomgyártóknak. Nem csak azt fogom mutatni, hogy mire képes ez a fény, de azt is átbeszéljük, hogy milyen specifikációja van, milyen szituációkba érdemes, és hogy teszi egyszerűbbé az alkotást. Kezdjük el, de előtte intro. Folyamatosan azt keresem, hogy milyen eszközöket tudok beszerezni annak érdekében, hogy a kreatív alkotási folyamatom még egyszerűbb legyen. Az egyik filozófiám, hogy a kevesebb, több. És főleg, hogyha többet tudsz elérni ugyanazzal, vagy kevesebb eszközzel, akkor én jelentkezem. Persze ott van az ár, de ha megnézed a videót, akkor megérted, hogy mire gondolok. Most kezdjünk egy jó kis unboxinggal, mielőtt átbeszéljük a specifikációt. Az alap téma az az lesz, hogy a szintet magasabbra emeljük. Először is a 600D ugyanazt az erős fényforrást használja, amit a 600D Pro, ami nagyon király, és ez egy 600 wattos COB LED light, ami olyan fényerőt ad, és hogyha a ledek között megnézzük az 5600 Kelvinen, az egyik legjobb. Magnézium alojból készült, és a Pro verzióhoz az egyik különbség, hogy nem csepp és porálló. Hogyha ez egy olyan dolog, ami neked fontos, akkor azt ezért tudd és tarts fejben. De úgy gondolom, hogy a legtöbbünk számára ez nem validálja az árkülönbséget. A 600D-nek egy ilyen hajlított csatlakozója van, aminek ugyanolyan a felépítése, mint a 600D Pro-nak, és amit imádok benne, hogy elég nagy teret ad ahhoz, hogy 360 fokba el tudjuk forgatni ezt az egész fényt, ami nagyon jó, főleg, hogyha nagy modifierekkel használjuk. Beszéljük arról, hogy hogyan tudjuk beállítani. Ami nem tetszik benne, hogy csak az egyik oldalon van, és király lenne, hogyha mind a kettőn lenne, de bármilyen extrém szituációban is tudjuk használni, és bízhatunk benne, hogy megtartja. Nagyon király. Amúgy a fénynek természetesen Bowens mántja van, de jöjjenek a számok. Egy nagyon durva 22150 luxot ad egy méteren minden nélkül, 98500-at egy hyperreflektor, és 224200 luxot az F10-es Fresnellel. Ez azt jelenti, hogy 62187 lument kapunk egy méteren. És ha már számok, akkor 96 felett van a CRI is, és a TLCI is. A fény maga az 4,7 kilós, és ez elég kevésnek tűnhet, de igazából nagyon logikus, hogy miért. Mert nincs rajta semmi más, csak maga a fény. A control box az külön jön, ami amúgy kb. Fele akkora, mint a 600D Pro-nak, de ennek ellenére van rajta V-mount opciós lehetőség, és ugyanúgy, hogy felrakhatjuk akár az állványra is, van egy ilyen quick release clampje, ami annyira könnyeddé teszi azt, hogy valahova rakjuk a control boxot. Az egyedüli problémám az az, hogy az Aperture nem árulja ezt a tartót külön, mert akkor kb. Az összes fényemhez és eszközömhöz megvenném. De tényleg, nagyon király. Úgy néz ki ez a control box, mint valamilyen hadi, nagyon durva eszköz, és nagyon jó
vinni bárhova is és használni. És hogyha már használat mindent nagyon egyszerűen lehet, ugyanúgy, mint az LS300, a 600D is 0%-tól 1%-onként lehet állítani. Az egyetüli dolog, ami zavar, hogy nincsen 0,1%, pedig a Pro verzióban van. Gondolom, hogy ez egy ilyen szoftveres kérdés, és remélem, hogy majd egy jövőbeni update-tel meg fogják oldani, amit amúgy appon keresztül is, és jó USB-vel is meg lehet csinálni. Hogy rengeteg operációs módja van, magán a control boxon 2-4 GHz-es Sidus Link, Sidus Mesh, 5 pines XLR, DMX 512 in-out, és az LS600-nak a control boxa amúgy sokkal könnyebb, 3,24 kg ahhoz képest, mint a Pro-nak, ami 5,8 kg, de nagyjából ugyanazokat a kontrollási lehetőségeket biztosítja, mint amiket az előbb elmondtam. A különbség itt a nem Pro és a Pro verzió között, hogy a Pro-nak van wireless CRMX-es Lumen rádiós funkciója, ami, hogyha nem mond neked semmit, őszintén megmondom, nekem nem mondod, akkor nem is számít, ha pedig mond valamit, akkor lehet, hogy már egy 600D Pro-d van, és nem is nézed ezt a videót, max csak, hogy trash-eljél. De ha nem ezért vagy itt, és még nézed, akkor kérlek, mondd meg, hogy te neked tetszik-e, vennél-e, és mi a döntési mechanizmusod. Ezen kívül amúgy a controlboxon van egy OLED kijelző, egy 5 pines és az amúgy weatherproof kábel, ami 3 méteres, és amivel meg az áramhoz csatlakoztatjuk, az 6 méter hosszú, tehát tényleg bárhogy tudjuk pozícionálni, ahogy csak szeretnénk. Nem csinálhatok úgy egy epicsörös vagy amaranos review-t, hogy ne beszélnék pár szót a Sidus Linkről. Az ekoszisztéma, amit építhetünk, az tényleg egy következő szintű. Képzeld csak el, hogy a 600D-t egy setten belrakod egy olyan workflow-ba, ahol Sidus Linket vagy DMX-et használsz, és egyszerűen tudod integrálni a többi fényeddel is, semmi probléma nélkül. Az utolsó dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy mennyire könnyű és biztonságos szállítani. A 600D-nek tényleg minden szituációra fel van készítve, ahogy elkészítik, főleg amivel visszük táska, egy ilyen gurulós, mint egy carry-on táska, vannak rajta kerekek, és még egy ilyen kis hordozható is. Ha pedig nem szeretnél egy extra kiadást tenni, hogy meg egy pelikészt vegyél, akkor ezt is számíts bele, hogy itt kapunk táskát. De hogyha már arról beszélünk, hogy ilyen extra brutál militáris táskánk, hortáskánk legyen, vagy nem is tudom, készek legyen, a peli nekem az egyik kedvencem, és nagyon jó használni. Persze fáj kiadni érte a pénzt, de mivel teljes életet tartó garanciája van, tudja, hogy az egész szakmai pályádra egyszer beruházol, és használni fogod. Hogyha érdekel, hogy én melyiket választottam, és miként használom, és akár, hogy neked egy jó befektetése, akkor nézd meg majd a videót, amit ide kirakok egy pillanat múlva. Egy másik gondolat, hogyha mondjuk az ár egy kicsit elriasztott és pénztárcabarátabb megoldást szeretnél, akkor az Amaran 200D egy izgalmas megoldás lett, mert az is nagyon erős, de sokkal olcsóbb. Ugyanúgy ide ki fogom rakni a videó végén, hogyha érdekel. Szóval a nagy kérdés, hogy kinek való ez a 600D, és kinek szabad elköltenie rá ezt a sok-sok pénzt. Hát, hogyha ezek a dolgok, amiket hallottál, azt az érzést váltották ki, hogy ez egy nagyon jó árértékarány, akkor szerintem már megvan a válaszod. De hogy egy picit tovább gondoljuk a dolgot, hogyha egy ilyen szóló kreátor vagy, és vannak fizetett melóid, és mindig nézed, hogy hogy építsd a kitedet, és szeretnéd a legjobb eszközt arra, hogy a kreatív folyamatodat támogassa, és szükséged van egy olyan erős fényre, mint a 600D, akkor egy nagyon jó befektetés. Ha pedig nincsen más fényed, vagy akár eladnád a többi fényedet, hogy még erősebb fényed legyen, akkor is érdekes lehet ez. Emlékszem, amikor az első fényemet vettem meg, és gondolkoztam, hogy mi a legjobb megoldás. Szerintem ebben a helyzetben ma a 300D és a 600D között gondolkoznék. A kettő között egy olyan 500 euró a különbség, a 300D 1000 euró, a 600D az 1500, szóval pénzügyi szempontból 25%-kal többet kapsz, mint a 300D, hogyha egy 600D-t veszel meg, és ez egy nagyon jó árazás szerintem. De te mondd meg,
milyen fények érdekelnek, mi alapján döntesz, hogy mit veszel meg, és ne fejezzük be itt a videót, hanem kezdjünk el beszélgetni, kérlek kommentelj, tudod ott a like gomb alatt, amit amúgy benyomhatsz, hogyha tetszett ez a videó. Kifelejtettem valamit? Igen, azt a 3-4 különböző módot, hogy szerintem hogy lehet nagyon jól kihasználni ezt a fényt, de elég hosszú ez a videó, úgyhogy ezt egy külön másik dedikált videóba fogom megmutatni, amit a videó végén belinkelek, és majd kattints rá. Megbeszéltük? Iratkozz fel, és a kis csengőt is nyomd be, rengeteg tartalmam jön. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem, hogy találkozunk egy másik videóban, mondjuk ezekben. Klikk! Szia! Sziasztok!